Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőit. Mai műsorunkban biztosan tanulságos történetekkel ismerkedhetnek meg. Sok szeretettel köszöntöm stúdiónkban Tihanyi Tamást, a Baptista Szeretett Szolgálat kommunikációs munkatársát. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a nézőket. Olvashattuk már nemrégiben, hogy börtönmissziós szolgálaton jártál, a Baptista Szeretett Szolgálattal. Pontosan hol jártatok, illetve miért fontos ez a szolgálat? Több évvel ezelőtt lépett életbe, kezdődött meg a segélyszervezetnél egy olyan misszió, amely azt célozza, hogy minden külföldön bajba került magyart haza kell hozni. Ez más országokban egyébként már régóta bevett gyakorlat. Egy példát tudok említeni, például az Egyesült Államok hadseregében is szabály, hogy bármilyen katona bárhol szolgálat teljesítés közben bajba kerül, itt nem csak harci cselekményekre gondolok, akár köztörvényes ügyekbe keveredik, akkor mindenképpen haza viszik az Egyesült Államokba, és ha kell, ott állítják bíróság elé. Hasonlóképpen működik ez, működne nálunk több-kevesebb sikerrel. Mi igyekszünk azon dolgozni, hogy ha egy magyar a világ bármely pontján szorult helyzetbe kerül, mi nem vizsgáljuk, hogy bűnös, nem vizsgáljuk, hogy ártatlan, igyekszünk hazahozni, és ha kell, akkor a magyar igazságszolgáltatás döntsön afelől, hogy bűnös vagy ártatlan, ha kell, akkor büntessék meg. De mivel nagyon sok olyan pontja van, főként a harmadik világnak, ahol egy börtönbüntetés akár az életébe is kerülhet valakinek, nincs idő a mérlegelésre. Tehát igyekszünk hazahozni, mint ahogy már említettem, ez nem mindig megy könnyen. Ha ez nem sikerül, akkor igyekszünk az ottani szolgálatunkkal egy olyan lehetőséget biztosítani számára, hogy ha beteg, akkor orvosi ellátást kapjon, ha kell, akkor ügyvéd látogassa és ellássa a jogi segítségnyújt, a jogi tanácsokat kapjon, és ez ügyben, tehát ennek a teljesítéséért voltam én is nemrégiben, egyébként Perúba, Limába. Amit talán kevesen tudják, a világ egyik legnagyobb drog termelő országban kokaint termelnek, és ennek a kokainnak a 90%-a egyébként nem téved, és mind az Európai Unióba kerül. Nagyon sokan vannak, akik szorult anyagi helyzetük okán, vagy a család életük alakul úgy, hogy nem látják a kiutat, ezért aztán csali madarakká válnak, mert azt a 3-4 millió forintos csalit, azt a pénzt, amit azért ígérnek nekik, hogyha elhoznak egy bőröndöt Limából, megkapják, és úgy gondolják, hogy ezzel megoldhatják az életüket. Mi mellett, hogy segítjük ezeket az embereket, hogy tudjanak itthon új életet kezdeni, és egyáltalán túlélhessék az ottani börtönviszonyokat, amellett szeretnénk egyfajta prevenciós munkát is végezni, tehát megelőzni azt, hogy egyáltalán emberek, elsősorban fiatalok ilyen döntésre jussanak. Vagy akár ott mondjuk segítsenek egy idős hölgynek áttolni a kofferját, mert ebből is lehet probléma, ahogy olvastam a beszámolóidat. Ez gyakori eset? Hát igen, nagyon kell ügyelni a látogatónak is, nem úgy kell ezt elképzelni, mint az itthoni börtönökben. Ott bizony alig kezelik különből a látogatót a börtönlakótól. Tehát az én esetemben például az volt a szabály, már odafelé, hogy egy fűző nélküli cipőbe, tehát egy strandpapucsba tudtam bemenni a börtönbe, szigorúan farmer nadrágba. Ennek az volt a célja, hogy a esetleges lázadás esetén ne lehessen engem összetéveszteni a börtönőrökkel. Tehát magyarul rám is lőttek volna. Mind ahogy abba a börtönbe, Callaóba, ahol voltam, ez Lima egyik külvárosában volt, történt is egy ilyen lázadás nem is olyan régen, és akkor dr. Kaleta Gábor, a jelenlegi limai nagykövetünk, aki egyébként székesfehérvári, a nagykövet úr telefonált a perui büntetés végrehajtás nemzetközi
igazgatójának a magyarok érdekébe, de szerencsére kiderült, hogy nem a nemzetközi részlegbe volt ez a lázadás. Tehát visszatérve a látogatásra, a ruházat tehát így néz ki, nyilván le kellett adni az útlevelet, hétféle kapun jutottam be, ezt később onnan tudtam visszaidézni, hogy a kezére, karjára nyomnak egy pecsétet a különböző kapuknál. Igen, erről és láttam egy fotót. Igen, hát hét pecsétet számoltam meg, aztán mindenki után nagy megkönnyebbüléssel később kijutottam a börtönből. A szabály az, amit te is említettél, hogy vigyázni kell arra, mert megtörtént eset, egy nyugati hölgy volt látogatóba, és egy perui idősebb asszony megkérte, hogy a csomagot segítsen neki bevinni, és mitsem sejtve bevitte azt a csomagot, bent aztán kokain találtak benne, és tudomásom szerint 15 évet kapott ez a hölgy, és nem tudták kihozni. Mert azért ott az igazságszolgáltatás magalmai nem úgy őrülnek, mint nálunk. Hiába próbálnak megtenni a külföldi követségek és a különböző konzuli szolgálatok mindent, azért nem minden működik úgy, ahogy mi azt elképzeljük. Nyilván találkoztál bent honfitársainkkal is, akik ott bent töltik kényszerből az idejüket. Ők mit mesélnek? Hát valóban, akivel én most többekkel beszéltem, neveket nyilván nem szeretnék mondani, de például egyikük, tisztázunk mindegyikük az egy drogot csempészet, tehát róluk van szó, mindahogy a nemzetközi részlegbe durván olyan 40-50 féle nációból találkoztam lebukottakkal. Nagyon érdekes egyébként, mert még az ászlók is kilógnak, akár egy luxusszálloda bejáratánál, úgy lógnak a különböző nációk, az ászló, igaz, hogy a magyart nem láttam. Drogcsempészek általában csali madarak, mert ahhoz, hogy ezt az említett 90%-os kokain átjusson az Európai Unió területére, nyilván, hogy ennek megvannak a maga csatornái, ezeket az embereket többnyire feldobják, és már fénykép alapján várják a repülőtéren. Általában 6-7-8 éves büntetést kapnak, attól függ ez, hogy mennyi kokain van a csomagban. Egy nagyon veszélyes dolog van még ebben a történetben, hogyha a tárgyaláson az derül ki, vagy a bíró úgy dönt, ez nagyon fontos, tehát nagyon bíró függ a történet, mert az esetek azért hasonlóak, szinte ugyanazok, de a bíró úgy dönt, hogy az illető, aki a drogot csempészi, mögötte valamiféle bűnszövetkezet van, akár a kolumbiai maffia, vagy akármi más, akkor ez a többnyire 6-7-8 éves börtönbüntetés, az nagyon könnyen 15-20-25 évre is változhat. És nagyon könnyen olyan ítélet is születhet, hogy nincs lehetőség a szabadulásra. Tehát az idő előtt való szabadulásra. Ez pedig hát el lehet képzelni, hogy ilyen körülmények között mit jelent. Visszatérve a konkrét magyar fiatalemberre, akivel beszéltem, többekkel beszéltem, most az ő esetét említem, ő is ezt a 6 és fél évet kapott, ennyi a büntetés, ő 3 éve van már bent, azóta betonon alszik, tehát a földön fekszik, fejtől, lábtól egy másik raptársával. Amikor az ételt meghozzák, akkor megszólal a csengő, és megrohanják a kondért. Aki gyenge, az aznap nem eszik, tehát gyakoriak a verekedések. Minden van a börtönben, de minden pénzért van a börtönben, sajnos drog is van a börtönben. Rengeteg a díler, feltételezem, nem kell hozzá nagy képzelő erről, hogy az ember tudja azt, hogy a droga, az impék, az a börtönőrök közreműködésével kerül be, hiszen másként nem kerülhet be. A viszonyok tehát semmiképpen nem európaiak, gyógyszert is kell bevinnünk egy másik börtönben, egy másik magyar elítélt, sajnos epilepsziás beteg, ez sem egyszerű, hogy számára a gyógyszereket, többször ugye megtörtént, hogy leadtuk a gyógyszert számára, és ő már nem kapta meg, hát ezek értékes gyógyszerek, és hát kézen közön ott eltűntik. Pénzé változott. Hogy lehet túlélni? Ja. Mit mondanak? Hát a remény az sokat jelent odaben, sokat jelent a segítség is.
Sajnos az a baj, hogy és erre a konzuli szolgálat, a Magyar Konzuli Szolgálat is honlapján igyekszik figyelmeztetni. Nagyon meg kell gondolni egy ilyen kockázatos kalandot, mert nem kicsi a távolság. Tehát ott sajnos ezek az emberek többnyire a családjukat is elveszítik. Majd egyszer gyakorlatilag olyan drága repülőjegy, hogy azt nem bírja kifizetni egy többnyire egy szegény sorsú család látogatója. 500 000 forintot közelít egy repülőjegy, és akkor az ott tartózkodás költségeivel még nem is számoltam. Tehát nem csak a saját sorsát teszi tönkre, hanem a hozzátartozókét is. Mi, amit lehet, megteszünk, nyilvánvalóan a nagykövetség konzuli szolgálata is, tehát konzulasszony is jár, nem csak a mi önkéntesünk, hanem a konzulasszony is látogatja az elítélteket. Sokat segít, hogyha valaki dolgozik, megpróbálja elfoglalni magát, nem csak azért, mert jobban telik az idő, hanem azért is, mert a munkával töltött napokat aztán leszámítják a büntetésből, mert ez is változik, a törvények állandóan változnak. Korábban így volt, most úgy tudom, hogy e pillanatban nem számolják be ezeket a napokat, mert meg kell próbálni túlélni, meg kell próbálni mindenképpen pozitív módon hozzáállni ezekhez a történésekhez. Ami nem könnyű, mert oda ment azért el kell mondani, hogy nagy a kísértés. Egyébként mondjuk jó magaviselettel, vagy nem tudom, akármilyen feltételekkel, mint amit említettél, munkában töltött napok száma, igen, valamivel csökkenthető ez a büntetés? Igen, van egy konkrét esetet mondok. Egy hölgy 7,5 évet kapott, a 7,5 év büntetését nem kellett letöltenie, ő dolgozott kezdettől, megpróbált mindent megtenni azért, hogy mielőbb szabaduljon, mindenféle munkát elvállalt, bár hát a körülmények számára is elég kemények voltak, tehát szó szerint télen fázott, ruhája nem volt, tehát ottani ügyvéd jutatott be hozzá ruhákat, mi közvetítésünkkel, ő 4 év után szabadult ugye a börtönből, hogy nyilvánvalóan ugye Perut még nem hagyhatja el, amíg le nem telik a teljes büntetése. Egyébként ő az, aki jelenleg a mi helyi önkéntesünként, most már, hogy már kim van ugye a börtönből, viszont ismeri a börtönviszonyokat, ő jár be és ő viszi be hozzájuk a csomagokat, adott esetben a készpénz, mert mint mondtam, ott a börtönön belül minden csak pénzért működik. Ő viszi be a gyógyszert, ő tartja a kapcsolatot az ügyvéddel, aki a perui ügyvéddel, aki segíti a jogi ügyeket intézni adott esetben. Említetted azt is, hogy ugye a Baptista Szeretett Szolgálata a prevenciót is fontosnak tartja, tehát gondolom a tájékoztatást is, hogy lehet elkerülni ezeket a hibákat, mert talán nevezhetjük hibának. Igen, hát abból indulunk ki, hogy ők megtévedt emberek. Ki tudja, hogy ha mi hasonló helyzetbe kerülnénk életünk során, akkor nem tévednénk egy ugyanilyen utcába. De arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy senki ne kockáztassa meg. Nincs az a helyzet, nincs az a szorult helyzet, amin egy ilyen akció, egy ilyen kockázat segítene. Még nagyobb, még rosszabb helyzetbe kerül az illető. Ezért minden fórumon igyekszünk ezt hangsúlyozni. Én magam egyébként arra készülök, hogy egy könyvet írok az egyik ilyen történetből, amelyik igen tanulságos, én annak szánom, és ha már egy valakit sikerül eltántorítani egy ilyen döntéstől, egy ilyen lépéstől, akkor már azt hiszem, hogy megérte a szolgálatot és a munkát. Mi volt, ami kihívás volt számodra, amikor ott voltál közöttük? Látogattad őket, vagy úgy egyáltalában? Hát a számomra a bizonytalanság, én azért a hosszú időt, évtizedeket töltöttem a Fejér megyei hírlapnál, és általában ugye a fegyveres terület volt az enyém, a honvédség, a rendőrség, a büntetés végrehajtás, és hát látogattam rendszeresen, majdhogy nem sűrűn az itteni büntetés végrehajtási intézeteket, a fehérvári börtönt, Baracskára jártam be, egészen más, amikor a börtönparancsnok egy kávéval vár, és
kedélyesen elbeszélgetünk, megosztjuk egymással a legfrissebb vicceket, és egészen más egy perui börtön, ahol pontosan érzi az ember, hogy csak az ott lévő börtönőrök kényére van, és jó szándékára van bízva, hiszen én magam is láttam, mikor bent voltam. Tehát nem volt nehéz észrevenni, hogy adják, veszik a drogot, a pénzt. Láttam, hogy ez nem egy biztonságos helyzet, és bármikor nyilvánvalóan engem is megvádolhattak volna azzal, hogy esetleg én viszem be a kábítószert a területen belül. Azt is jelezték nekem, hogy azért azt tudjam, hogy ott oké, és mindenkinél ott van. Úgyhogy megkönnyebbülés volt egy idő után azért meghalani a csengőt, és akkor elmenni az útlevelemért, és kijönni a börtönből, de természetesen ez a dolgom, tehát ezért mentem. Igen, de itt mondjuk már az furcsa az embernek, amikor bemegy mondjuk a BV intézetbe, és le kell tenned a kis bezárható szekrényben a mobiltelefonodat, én már attól így idegenkedtem, akkor ehhez képest az semmi. Hát igen. A bizonytalanság az ott mindennapi tényező. Hát elmondom, milyen a börtönök. Az ottani börtön egy ideje második helyen van nem tudom, hogy ki állapította meg ezt a sorrendet, de állítólag a második helyen van a világ legveszélyesebb börtönei között. Sokáig az első volt. Akkor volt első, amikor az egyik perui hölgy látogató, egy feleségbe ment látogatni a férjét. Ott aztán összekaptak, de képzelhető a börtönön belül. A férj megölte a feleségét. Majd a börtönben? A börtönben, majd a rabtársakkal együtt egy néhány kanállal elásták az udvaron. Aztán egy idő után feltűnt a börtönőröknek, hát valamelyik kapunál a hét közül, hogy hát valami nem stimmel, hát egy valaki hiányzik, tehát többen mentek be, mint akik kijöttek. Állítólag egy hét után találták meg ugye az elásott asszonyt. Hát tudom, hogy horror a történet, de hát ilyen is megtörtént, és tényszerű. Tehát a perui sajtó ezt részletesen megírta. Tehát ott akkor a mindennapok ilyenek. Igen. Mire számítanak a bent lévők. És még egy érdekesség azért, amiért egyre több turista van, aminek én nagyon örülök, találkoztam is magyar turista csoporttal. De azért nem árt vigyázni. Tehát tényleg tudni kell azt, hogy a limai repülőteret nagyon erősen ellenőrzik, gyakorlatilag minden csomagot átvilágítanak, és nagyon érdemes arra is odafigyelni, hogy a csomagunkat ne hagyjuk őrizetlenül. Ritka, de nem gyakori eset, de elvileg nem lehet kizárni, hogy bárki bármit beletegyen a csomagunkba. Ezt erre figyelni kell, ezt el kell kerülni. És akkor végképp egy ilyen kiszámíthatatlan dolog miatt kerülünk bajba. Perúba, azt kell, ezt egyébként elmondták nekem diplomaták, nem csak Perúba, Ázsiába is. Beszéltem ilyen esetben konzullal. Elmondták, hogy abból kell kiindulni, hogy ott a külföldinek nincs igaza. Tehát ott elkezdődik a jogi procedúra, valakit lecsuknak. Telnek múlnak a napok embertelen körülmények között. Hiába próbál meg a magyar nagykövetség vagy a konzuli szolgálat bármit megtenni, nagyon nehéz eredményt elérni. Tehát a legjobb nagyon odafigyelni, főleg az egyéni turistáknak, oda kell figyelni a csomagra, senkitől semmit el nem szabad fogadni. Nem árt az óvatosság, én azt javaslom, de természetesen ez senkit ne riasztom el egy ilyen utazástól, mert egyébként Peru egy csodálatos, izgalmas ország. Azért kihívások vannak, akadnak. Igen. Akkor a turisták számára. Összességében mondhatjuk azt, hogy azért ez a missziós szolgálat a sikeres a baptista szeretett szolgálatnak? Igen, én azt hiszem mindenképpen, hiszen ezt az alapvető célt sikerül elérnünk. Az utóbbi években több magyar állampolgárt juttattunk haza, tartjuk velük a kapcsolatot, és vannak természetesen ezek között sikertörténetek is, akik azóta is látogatunk, aki dolgozik, aki elhozta perui feleségét.
és sikerült úgy néz ki visszaterelni arra az útra, ahonnan lett élet annak idején, hiszen nem mindenki bűnöző, és ezt kell tudomásul venni, mert tudjuk azt, hogy honfitársaink közül nagyon sokan mondják, mert érkeznek hozzánk ilyen jelzések, hogy hát így jártak, egyék meg, amit főztek. De mi nem így állunk ezekhez a történetekhez, hiszen minden sors egy-egy tragédia is egyben számukra. Segíteni kell, hát ezért megyünk oda, ez a dolgunk. Meg hát, amit említettél, a család számára is. Igen, hiszen ezek az évek az itthon maradottak számára is nagyon nehezen telnek, hiszen tartjuk velük a kapcsolatot. Velük is akkor tartjátok a kapcsolatot. Természetesen, hogy nem. Amikor kell, amikor lehet, lehetőségünk van rá, csomagokat juttatunk el, információkat közvetítünk, és bizony az itthoniaknak is nagyon nehéz. Én végezetül azt gondolom, hogy felhívhatjuk a nézők figyelmét a Szeretett Szolgált honlapjára, ahol ezek a történetek is olvashatóak, hogyha jól láttam. Igen, igen, és hát ha már erről beszélünk, akkor lehet, hogy azt is elmondhatom, hogy nemrégiben kellett ugye beadni a Láncoszegfő ösztöndíjra a pályázatot, és én pályáztam egy ezzel a történettel, hiszen több szálon is székesfehérvári a történet, nem csak én miattam, hanem a szereplő miatt is, akár a jelenlegi perui nagykövet miatt is, úgyhogy ez egy igazi fehérvári történet lesz, remélem, hogy sikerül egy olyan kötetet megírnom, ami az előzetes várakozásokat megszolgálja. Én meg remélem, hogy be tudunk számolni a könyvbemutatódról is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nézőiknek pedig megköszönöm a figyelmüket fehérvári beszélgetésekkel. Természetesen holnap is számítunk a figyelmükre itt a Fehérvár Televízióban.